Új év napján újra várja a hagyományos szerencsehozó lencse rendezvény a fehérváriakat a Palotai kaputéren. Mindenkit szeretettel várnak 2024. január 1-én délután 2-től egy közös évkezdő étkezésre és beszélgetésre. Fehérváron 2013 óta a szerencsehozó lencse rendezvénnyel kezdődik az új év, a hagyományokat követve így lesz ez idén is, amikor a pláza előtti Palotai kaputéren várják a néphit szerint bőséget hozó lencse főzelékkel a fehérváriakat. Az esemény ezúttal is a város önkormányzata, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Nagy Sándor József 51. híradó és vezetésbiztosító dandár, a Lecsóház és az Alba Pláza együttműködésében valósul meg. A Magyar Honvédség Gulyás Ágyúiban és a Lecsóház fazekaiban készülő ízletes főzeléket délután 2 és 4 óra között kínálják, majd egy pohár meleg teával együtt. Szilveszterkor és új év napján változik a MÁV és a Volán buszjáratainak közlekedési rendje, közölte a MÁV Volán csoport. A tájékoztatás szerint a vonatok december 31-én az ünnepnapi, január 1-én a vasárnapi, január 2-ától pedig már a megszokott munkanapi menetrend szerint járnak. Egyes vonalakon a szerelvények a más hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek majd. A Volán busz járatai pedig december 30-án szombaton szabadnapi, 31-én vasárnap munkaszüneti napi, míg január 1-én hétfőn a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napnak megfelelő menetrend szerint indulnak. A MÁV Volán csoport arra kéri az utasokat, hogy időben tervezzék meg utazásukat. Indulás előtt a társaság online felületein tájékozódjanak a menetrendi változásokról. Január 1-től használatba vehetik Bicskén a Lajtaház kulturális központot a környéken élők, hiszen a Fejér vármegyei kormányhivatal mindent rendben találta a kivitelezéssel kapcsolatban, és az év első napján a használatbevételi engedélyt is megadják. Ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót Teszeli Zoltán, országgyűlési képviselő, a Bicskei Tornaklub elnöke, aki elmondta, a közel 1200 négyzetméter alapterületű épület a terület és település fejlesztési operatív program és a Pannonia szíve program támogatásával épülhetett meg, melyben a létesítmény névadójáról Lajta László zeneszerző és népzenekutató életét bemutató interaktív kiállítást, a hazai táncház mozgalom történetét, valamint a bicskei fehér hímzést bemutató fotókiállítást is megtekinthetnek jövő évtől az odalátogatók. Az eredeti épülethez hozzáépített új részben kiszolgáló helyiségek fogadótér és előadóterem is helyet kapott, valamint egy rendezvényteret, egy belső parkolót és egy interaktív játszóteret is létrehoztak a kivitelezők. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a kulturális központtal szeretnék a város és a térség turisztikai, illetve kulturális életét felpezsdíteni. Nagyon hosszú folyamatnak a lezárása, ami tulajdonképpen megnyitja a lehetőségét annak, hogy ténylegesen elindulhasson egy próbaüzem, hogy ez alatt a próbaüzem alatt kitalálhassuk azt, hogy hogyan fogjuk üzemeltetni a házat, és hogy eljuthassunk vélhetően tél végére, tavasz elejére odáig, hogy a hivatalos átadó is megtörténhessen. Meg annyi Mini Wayne Gretzky és Sidney Crosby siklott szombat délelőtt a Kori Liget jegén, itt szervezték meg az idei Winter Classicot, vagyis az ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia U8-as korosztályának évvégi összecsapását. A gyerekek már hetek óta készültek a szabad ég alatt tartott mérkőzésre, melyet már harmadik alkalommal szerveztek a Kori Ligetbe. Délelőtt 9-től 11 óráig három turnusban játszottak mérkőzéseket a kicsik, akiknek évről évre hatalmas élmény az évvégi összecsapás a Kori Ligetben, hiszen rendhagyó módon tető nélküli helyen szabad ég alatt játszhatnak. Ezen kívül az esemény előnye, hogy a ligetbe látogatók találkozhatnak a jégkoronggal, mint sportággal, így az alkalom mindig jó marketing lehetőség is a klubnak. Több célja is van ezeknek a Winter Classicoknak, elsősorban a gyerekeknek szeretnénk élmény nyújtani, illetve megmutatni azt, hogy a jégkorong honnan is indult, régen hogy zajlott ez a sportág, az edzések, illetve a meccsek, illetve szeretnénk a városban a járókelőknek egy élményt szolgáltatni, hogy eljönnek itt a városból kora reggeli órákban, és akkor meglátják, reméljük megállnak és megnézik, hogy mit csinálnak itt a gyerekek.
Idén is megrendezték karácsony és szilveszter között az ünnepi fehérvári futballfesztivált a Vokcsarnokban. A négynapos focitornán több mint 100 mérkőzésen 63 csapat mérettette meg magát. A december 27-e óta zajló négynapos eseményre a fehérvári és Fehérvár megyei csapatok 6 különböző kategóriában amatőr, profi, öreg fiúk, U11, női és ketrec foci kategóriában nevezhettek. Mint az Juhász László, a Fehérvári Futballfesztivál főszervezője elmondta, nagyszerű meccseket láthattak idén a kilátogatók, már rögtön az első napon megtelt a csarnok. 50 órán keresztül töltötték meg élettel a Vokot a szervezők. 6 kupát meg tudtunk rendezni, és ez azt jelentette, hogy közel 1000 sportoló lépett parketre a 4 nap alatt, hiszen mellette zajlik a csarnok mellett a ketrec foci bajnokság is, és ahol volt olyan nap, hogy 100 kisgyermek kergette a labdát, úgyhogy azt gondolom, ez is siker, hogy 1000 embert meg tudunk mozgatni, és több ezer ember kilátogatott a 4 nap alatt. Tehát a legnagyobb újdonság szerintem az, hogy egy picit végre visszatérhettünk a régi kerékvágásba. A vadvédelmi estek részeként Kovács Gergely Károl, a Kis Kócsak, Fehérvár megyei természetvédelmi évkönyv szerkesztője volt a Sóstó vadvédelmi esték vendége pénteken. Az immár harmadik alkalommal megjelenő kiadvány megálmodója a kiadvány születéséről, történetéről és jelentőségéről is mesélt a hallgatóságnak a Sóstó vadvédelmi központban. Ami kirajzolódik belőle, az egyértelműen az, hogy a Fejér megyében előforduló madárfajok, regisztrált madárfajok száma folyamatosan nő. Tehát minden évben legalább egy olyan madárfaj felbukkan, ami eddig nem volt. Most 337-nél tartunk. Ez egyrészt utal arra, hogy Fejér megyében nagyon sok értékes madár élőhely van. Utal arra, hogy nyilván terepmadarászok is vannak, akik megtalálják ezeken a helyeken ezeket a madárfajokat, és mindenféleképpen egy sürgető feladat mindannyiunk számára, hogy ezeket igyekezzünk megóvni, ezeket a területeket, ezeket a természetes vagy természetközeli élőhelyeket, azért, hogy a jövőben is újabb és újabb madárvendégeket üdvözölhessünk itt a megyében.